Hozzád, ez egy fiatal újságíró alapította. Majd picit mondhatok egy-két személyes dolgot, mielőtt elkezdődik a diátadás. Én azt gondolom, hogy ugye a mai világban nagyon fontos a kultúra teremtés és a megőrzés, hogy minden olyan kezdeményezés, ami azért szolgál, hogy figyeljünk az értékekre, figyeljünk a teremtett művészetre, ugye hat kategóriába adjuk át az elemmedáliakat. És bármit számolom, 11 évvel ezelőtt Mészáros Márton 14 éves volt. És nem tudom, hogy ti mit csináltatok 14 évesen, de volt díjat alapított, és szerintem ez egészen különleges dolog. És nem csak az, hogy egyszer díjat alapított, Simon Kornéllal épp beszéltük az imént, hogy ő volt az első, aki meg is kapta, és páran álltak, de hogy ez több mint egy évtized óta él, és fejlődik ez a díj, és itt vagyunk sokan, van róla hír, és a Marciban is a lelkesedés ugyanolyan erős, és hogy ehhez kell természetesen a közönség is, aki szavaz. Úgyhogy én nagyon gratulálok Marcinak ehhez a díjhoz, meg úgy mindannyiunknak, mert hogy ez szerintem jó üzenet 2019-ben. Elmondom, hogy mi van itt az asztalon, mit fognak kapni a díjazottak. A táskában két bor van, a Lilian Pincészet és az Egri Kovács Imród borászat felajánlásából. Itt látjuk a díjakat, és természetesen virágcsokrok is jönnek a díjhoz, meg ugye az elismerő oklevél. Úgyhogy én egy kis bevezetőre kérnélek, Marci, gyere ide mellém, és köszönj te is a közönséget, és a díjazatokat, a díjátadókat. És bocsánat a személyességért. Kedves vendégek! Díjazott a díjátorok! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, hogy a Lajmedália 2019-es átadó ünnepségén a Betlenkérű Színházban. Sajnos a mai nap folyamán észleltem magamon a nátha enyhetületeit, ezért nem fogok hosszan beszélni, egyébként sem én, hanem az idei évi 6 művészdíjazott a fontos. Előjáróban annyit megosztani önökkel, és Anna is előbb említette, ezt a tényt ehhez kapcsolódik, hogy múlt felett jó érzéssel tölt el minden egy decemberében látni, hogy szembe velünk közönség, díjazottak, díjátadók állnak ülőnek évről évre. Ez egy hagyomány. Különös és megnyugtató érzés. Ahogy Anna előbb ezt vázolta, gimnáziumi tanuló voltam, amikor nem is egy olyan hirtelen ötlettől vezérelve megalapítottam, megálmodtam ezt a közönségdíjat. Akkor még egy más elképzelés alapján, de tulajdonképpen ezekkel az alapokkal működött, lényegesen egyszerű verzióban. Mostanában minimum 10 000-es szavazókbázis alkotja a voksolókat. Interneten, a díjhivatalos e-mail címén, ebben a Betlen TV Színházban, illetve az idei évtől a Debreceni Apolló moziban lehet szavazatokat leadni. Vannak állandó szavazóink, némelyikük állandó résztvevője és a díjkiosztónak. Az elmúlt 11 évben változó helyszínen tartottuk a díjkiosztókat, már amikor tartottunk egyáltalán, hiszen az első években saját magam jelentettem be egészen minimális közönség előtt, ez egyetlen egy fotós jelent. Később volt átadás 7. kerületi hotelben a második évtől kezdve, a Dunapart kávéházban, viszont 2013 óta a Betlen TV Színház állandó helyszínként fogadta be ezt a rendezvényt. Juhász Anna, akit azt hiszem nevezhetek kedves barátomnak, elvállalta azt, hogy állandó házi asszonyként segíti a díj sikeres működését, 2013 óta állít és vezeti ezt a nagyjából 45-60 perces kis ünnepséget. Általán ezen a színpadon, illetve a kinti előtérben, a Vanymedál-díjjal a kezében Molnár Piroska, Halász Judit, Válsági Ildikó, de az elmúlt 11 év 55 díjazottja között említettük Törőncsik Mavit, Gondbagi Gyulát, Vásti Gulit, Nádas Péter, és még nagyon sok nevet mondhatnék. Őket is köszöntöm most. Közülük többen egyfajta aranymedáldi jószolgálati nagykövetként tevékenykednek, ha fogalmazhatok így, nyilatkozatokkal, videóinterjúkkal, az úgynevezett szavazási kampányidőszakban segítik a díj hívének öregítését. Több könyvkiadó, köztük a Libri könyvcsalád több kiadója, illetve az Európa könyvkiadó könnyedeményeket ajánlott fel a szavazók között, ezért is hálásak vagyunk. Külön köszöntöm a zenei fellépőket,
a Blaha Louisiana, Várhegyi Lukasz Pálmila, és Vibolszky Mátyás és Czász Ferenc után idén Hobó és Kis Zoltán gitárművész áll a színpadra. Említést kell tennem azokkal, akik nélkül nem lehetnénk ma itt. Nagyon sokan lennének, mindenkit nem fogok felsorolni. De Erzsébet város önkormányzatából, illetve Farkas József vállalkozóról szólnom kell. Ahogy Anna is említette, két bonászatnak is hálával tartozunk, a Villányi Julián bonászat, illetve az Egli Kovács Ingold bonászat értékes bonajándékokkal egészítik ki az oklevelet, világcsoport lófeát. Mindenkit köszöntök, és jó ünneplést kívánok! Köszönjük.